Sziasztok! Megyek most az egyik ügyfélhez. Ez ilyen ritkán használatos ügyfél, itt alkalmanként vagyok csak. Van róla már videó itt a csatornán, ilyen mennyit ér az IT audit, vagy valami ilyesmi. Szóval, hogy ilyen biztonsági felméréseket, meg ilyeneket szoktam nekik csinálni. És tartanak ma egy IT biztonság napot. Hát ez egy ilyen félig meddig múlt is cég már. És hát ott lesz az egyik vezetőjük, aki a helyi IT felelőse, ő tart előadást, stb. És engem is fölkértek, úgyhogy megyek, tartok ott egy előadást, ennek köszönhető, hogy itt díszmagyarba vágtam magamat, mert itt nem elég, hogyha tudod, miről beszélsz, de úgy is kell kinézned, hogy azt gondolják, hogy tudsz miről beszélni, vagy tudod, hogy miről beszélsz. Na mindegy, szóval az előadásom az leginkább ilyen biztonság lesz, átverés, megtévesztő üzenetek, stb. És hát a végére, mint egy ilyen levezetésként beteszem a kis, mi kis sok évvel ezelőtti Facebookos átverésünket. Ez már csak egy ilyen limonádé lesz a végére, így oldja a hangulatot, utolsó dia. Gyakorlatilag ez csak egy a móka kedvéért, de ha már ezt ott elővettem, meg megkerestem ezeket a képeket, mert sok évvel ezelőtti privát Facebookos feltöltések ezek, akkor ide a csatornára is felrakom azt a történetet. Igazándiból csak annyit mutat meg, hogy minimális erőbe fekszetés sem kell elvégezni ahhoz, hogy jó néhány embert át tudjál verni. Tehát, hogy tényleg a halálátlátszó dolgokat is sokan benyalnak. Tehát ne higgyél semmit a netem. Ez a konklúziója. Na, jöjjön a történet nektek, én meg húzok most elfelé, mert időre megyek. Ebből kitalálható, hogy nektek majd később veszem fel. Több hét is eltelt már azóta a videó óta, ami ennek a videónak az elejére most végre eljutottam ide, hogy folytassam a történetet. Szóval, ez még a privát Facebook oldalammal történt, amit régen sem nagyon használtam annyira, de most aztán már tényleg nagyon havonta, meg két havonta tévedek arra felé, leginkább csak a Tanya Channel Facebookot kezelem, mint ugye oldalt. Na mindegy, szóval nem volt olyan iszonytatóan sok ismerősem a Facebook oldalon, de azért mindenki ide ment nyaralni, oda ment nyaralni. És akkor a móka kedvéért gondoltunk egyet, és elsütöttünk egy fotót, és kiposztoltuk, hát ahogy itt látható is. Asszony meg a nagyobbik gyermekkel voltunk éppen valahol, majd ez ki fog derülni, hogy hol. Amikor is ellőttük ezt a selfie-t magunkról, és hát bejelöltem rajta, hogy River Nile, tehát a Nílus folyónál vagyunk. És hát ne tévesztem meg senkit, most már utólag van ott röhögő fej, ez majd később került oda. Gyakorlatilag erre szinte mindenki lájkot tolt. Ez 2017-ben volt, amint látható a képen. Na, úgy voltam vele, jó, akkor toljuk fullba a kretént. Hát, ha feltűnik valakinek, hogy itt valami nem oké. Éppen ezért, ez április 17-én volt, és április 18-án bejelentkeztünk Párizs, Franciaország, Tour Elfej toronytól bejelentkeztünk. Tehát egy nap alatt a Nílustól elutaztunk Párizsba, Franciaországba, amire szintén kaptunk jócskán lájkokat, az én ismerősi számomhoz képest, legalábbis néhány hozzászólást is. Az is igaz, hogy volt olyan, aki gyanakodott, de egy-két emberről beszélünk, aki ekkor azt mondta, hogy na, még az előzőt azt el is hitte, de ezt már nem. De akkor úgy volt el, hogy nézzük meg, tehát mi az az inger küszöb, amikor így mindenkinek leesik, tehát hogy így, amikor így tömeges lázadás tör majd ki. Nem árulok el túl nagy meglepetést, hogy ez másnap sem következett be. Ugyanis úgy voltam, hogy igen, 18-án Párizsban vagyunk, akkor 19-én pedig Malajziában vagyunk, a Nemzeti Parkban. Egy nap alatt átusztasztunk oda is. Külön móka, hogy itt vissza is igazolták a Nemzeti Parknak az oldaláról, visszaigazolták, hogy ott voltunk, és kérték, hogy értékeljük a helyet. Talán túl nagy meglepetés nem arról, hogy nem jártunk Malajziában. Nem mondom, jó van. Úgy látszik, hogy nem tudunk lebukni, pedig tényleg, tehát
láthatjátok, minimális erőfeszítést tettünk a dologba, az asszony felvágott egy napszemüveget, felrakott egy kendőt, meg beálltunk ide a bokrok közé, tehát ilyen bokrok, fák közé beálltunk, de igazán olyan hatalmas energiabefektetést nem tettünk a dologba. Mondom, jól van, akkor nyomjuk teljesen fullba a kretént, és hát itt ez most ennyire nem fog látszódni, de lehet, hogy csak azért, mert sok itt a fény, talán a videó majd jobban fog látszódni. Ez egy víz alatti felvétel, és hát Bikini Atoll. Itt még valami kavarás is van, mert bejelöltem a Bikini Atoll, de ezt Törökországnak írta be. Na most ugye a Bikini Atollról azt tudni kell, aki nem tudná, hogy ott rengeteg atomrobbantásos kísérletet végzett az Egyesült Államok. Tehát jelenleg is gyakorlatilag akkor ott a rádióaktivitás, hogy nem érdemes a környékre menni. Szóval ez egy víz alatti kép, hogy ott a Bikini Atollban nem tudom miért ilyen sötét. Lehet azért, mert telepről megy a laptop. Vagy... nézzük meg. Hát ez max fényerőm van. Akkor lehet, hogy csak a monitornak a fényere ilyen gyenge, majd a videóban meglátom. Szóval... na, itt azért már jóval kevesebb lájkot kaptunk, meg itt robbant a Billy, aztán rögtön másnap robbantottam is, hogy mi is történt valójában. Hát nagyon messzire nem mentünk el. Ahogy látható, Szentendrén a Dunaparton jártunk a River Nile-vel. Szintén maradtunk ott a környéken. Hát csak egy alkalommal fényképezgettük ezt a három képet. Van a K-híd, ami a hajójári sziget felé megy. Na, ő volt az Eiffel-torony. Aztán ott bementünk a Bozótosba a hajógyári szigeten. És hát végül a Bicskei tanúszodában készítettük el a Bikini Atollos képet. Úgyhogy hát ennek igazániból csak az a tanulsága, hogy ha szinte tényleg semmi energiát nem fektetsz a történetbe bele, akkor is rengeteg embert át lehet toszni. Persze ott aztán jöttek utána nevetős fejek, meg ilyenek, de azért jó páran ezt benyalták, tehát hogyha 5 percén egy picikével az ember ennél többet száll rá, akkor valószínűleg azért jóval jobb eredményt lehetett volna érni, de így is nagyon jó eredményt elértünk. Úgyhogy Dr. House tudnám idézni, mindenki hazudik. Ne hagyjátok magatokat átvenni a neten, van is egy ilyen videó a csatornán, nézzétek meg, ha gondoljátok. Sziasztok!